Jöhet a második felvonás a Tipmix török boldog női magyar kupa 4-es döntőn, azaz a második elődöntő. FTC Rail Cargo Hungária, Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia, innen Kecskemétről és élőben az M4 Sporton. Sok szeretettel köszöntöm Önöket ismét. E két csapat közül kerül ki a Győr döntős ellenfele, illetve a Debrecen ellenfele majd a vasárnapi helyosztón a harmadik helyért. Ugye itt említette Elek Gábor ezt a bizonyos bajnoki formát, és erre felkaptam a fejemet, ugyanis azt ne felejtsük el, hogy bármennyire is most elkönyveljük, hogy a két csapat között van mondjuk egy nagy különbség a bajnoki tabellán, meg mondjuk kettő hely, azért a Dunaújváros az elmúlt 6 bajnoki mérkőzéséből 5-öt megnyert, és egy döntetlent játszott, a döntetlen Békés Csabán született, szóval valóban nagyon jó formában van György László együttese, még úgy is, hogyha azt hozzátesszük, hogy a Moson-Magyaróvár, az MTK, vagy éppen a Budaörs is a legyőzöttek sorában van, amely csapatok azért a magyar bajnoki tabellán hátrébb foglalnak helyet, de például ott volt egy Siófok, vagy ott volt egy idegenbeli győzelem az Alba-Fehérvár ellen, szóval nem vagyok benne biztos, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem lesz akkora különbség a két csapat között, mint volt a Győr és a Debrecen között az első elődöntőben. Először azonban egy díjátadó itt a második játék rész elején. A találkozót ugyanis Bíró Ádám, illetve Kis Olivér vezetik majd, és ők lettek az MKS szerint a tavalyi év, illetve a szezon fiatal játékvezetői. Nekik szól az elismerés, illetve a taps. Ugye többször szemtanúi lehettünk annak, hogyha játékvezetőket nagy közönség előtt díjazzák, nem feltétlenül a taps az elsődleges hanghatás, amit hallani lehet. Fiatal játékvezetőknek kijár a taps. Na ennyit a protokolláris részről. És akkor egy másik gondolat arra, amit Elek Gábor mondott a bevezetőben, az a bizonyos jövő pénteki találkozó majd a Csesembe Bukuresti ellen a Bajnokok Ligája negyed döntőjében. Ugye azzal, hogy volt az előző napokban egy hétközi teljes forduló a női KNTH Ligában, azzal minden csapatnak erőltetett menetté vált tulajdonképpen így a Magyar Kupa hétvége. De a legzsúfoltabb hete, vagy ha kibővítjük, 10 napja biztos, hogy a Ferencvárosnak lesz. Épp amiatt, mert hogy a holnapi Magyar Kupa helyosztó végjáték után nekik 5 nappal egy nagyon-nagyon kemény, egy kőkemény idegenbeli mérkőzésük lesz a Bajnokok Ligájában, és itt lesz majd fontos annak a szerepe, hogy például a jobb térdén egy kötéssel játszózni, mint a képen látható Sacöl Nadin, vagy éppen a korábban a derekát fájlaló Hornyák Dóra, illetve a most kimaradó Zácsik Szandra milyen állapotban lesz. Na ezzel kell sakkoznia majd Elek Gábornak, akár a mai találkozón is. A két csapat eddig ebben a szezonban egyszer találkozott egy bajnoki mérkőzésen, ezt a Ferencváros hazai pályán megnyerte 27-23-ra. Itt van tehát a Fradinak a névsora, amelyből ugye egy név hiányzik a 16-os keretből, a szülősi Zácsik Szandra neve, mindenki ott van az alapcsapatból, akire Elek Gábor számíthat ezen az elődöntőn. Ott van a másik oldal, a Dunaújvárosi csapat, és ugye említettem például egy Alba-Fehérvár elleni győztes mérkőzéset a Dunaújvárosnak, ott a két pont összejött, viszont egy óriási veszteség érte a csapatot, Oguntoja Viktória megsérült azon a találkozón, az első számú kapus, a válogatott keretbe is meghívott kapus előső keresztalak szakadás szenvedett, így György László ránt nem számíthat a kapuban, hanem Oguntoja Viktória egészen pontosan 4 sorral alattunk ül a nézők között, és sajnos onnan kell nézni ezt a találkozót. Rá nem számíthat, Csapó Kira lesz majd az első számú kapus, rajta is sok múlik majd ezen a mérkőzésen, meg hát ugye a beálló poszton, illetve amit Skalicki László is említett a védekezésben, hogy Cipra Anita, vagy például Micsijevics hogyan tudja kivenni a részét a játékból. Piros mezben a Dunaújváros, fehérben a Ferencváros. A Dunaújváros kezdi tehát a második elődöntőt a Magyar Kupában. Kluiber Kovács, Szalai, Cipra, Micsijevics, valamint a túloldalon Rátvince Melinda. Így kezd tehát, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy legerősebb támadógépezetében a Dunaújváros. Kovács Anna tovább a labdát elszélre Rátvincének. A Ferencvárosban pedig középen Kovacsics, Snelder, valamint
Szekeres Klára a védőfalban az első támadásnál. Maradtak a győri szurkolók is erre a találkozóra. A ferencvárosi szektor teljesen tele itt a Mesztéistán sportcsarnokban. Ők tapsolhatnak Szikora első védésének. De még mielőtt támadhatna a Ferencváros, marad a labda a Dunaújvárosnál. Itt van, hogy két ember mellett, mögött eldobta egy Kovács a labdát. Szalai Kovácstól vissza hozzá, Micsijevics fölé dobja. Micsijevics hosszú szünet után ebben a szezonban az első külföldi játékosa a Dunaújvárosnak, ugye korábban még 2012-ben volt idegenlégiós a Dunaújvárosi csapatnak. Na már régóta idegenlégiós. Ferencvárosi oldalon láthattuk, hogy miért például az ilyen gólokért megszerzi a vezetést, tehát a Ferencváros. Szalai lövését is védi Szikora. Két jó védéssel mutatkozik tehát őbe. A hétközi bajnoki mérkőzésen azért Moson-Magyaróvár ellen kapott egy maflást az arcára Szikora Melin, de igaz, egy kapufáról visszapattanó labda miatt az ideig óráig ott megzavarta, de erre a mérkőzésre adta megingást, nem hozta át. Azt látni ebből az első két támadásból Dunaújvárosi oldalon Pena cifrával szemben mehet tovább. Pena, Kucsánszki le a szélre, kapufa. Satszöl kezét hagyta el a labda. Itt van Satszöl Nadin, remek formában van. Itt a tavasszal emlékezhetünk rá, hogy a bajnoki rangadón a Győr ellen hazai pályán egymaga szerzett 10 gólt, válogatottban is nagyon jó formát mutatott. Most viszont egy sárgalapos figyelmeztetés Tucsánszki Zitának. És jött egy 7 méteressel majd a Dunaújváros. Ott egy picit talán belül volt Tucsánszki lába. Kovács Anna a büntetővel. Hoppá! Előfordul az ilyen, csak ritkán. Beleragadt a kezébe Kovács Annának a labda. Hát van ez így. Pech. Ez viszont nem pech, és nem a szerencse műve. Kovacsics Anikó a gól szerzője. 2-0 a Ferencvárosnak. Kilencszeres magyar kupa győztes Kovacsics Anikó, de mindet a Győrrel érte el. Ferencváros pedig 2 év után térne vissza a magyar kupa fináliába. Ugye tavaly az elődöntőben került össze a két nagy, a Győr, illetve a Ferencváros, akkor Szigetszent Miklóson Győr érdöntőt rendeztek. Ferencváros természetesen a fináléba vágyik. Két elhibázott támadás egyik, illetve másik oldalon. Tisztán kapja bent a szélről befutó Rácvince Melinda a labdát, és már is ott van a Dunaújváros első gólja. Rácvince Melinda jobbra futott be, pedig ő bal szélső. Pena. Kovacsics. Penához vissza. Kucsánszki kérte a labdát. Kovacsics hoppá, balra nézett, jobbra adta. Snelder majdnem elkapta a labdát, de csak majdnem. Marad a Ferencvárosnál a támadás. Egymásnak felelget a két szurkolótábor. Ezek a ferencvárosi szurkolók létszámfölényben vannak. Pena. Beesik a hatoson belülre, de nem véletlenül. Micsijevics valamint Szalai Babett között ott nem volt hely. Micsijevics rakta oda a lábát. Csatol a büntetővel. Csapó Kira! A jobb kezét bele tudta tenni. Érzésből, reflexből. Ez egy bravúros védés. Két kimaradt 7 méteres a mérkőzés elején. Mind a kettő kuriózum, ha úgy tetszik. Szalai Babett. Le a szélre. Belér még Szucsánszki, hogyha jól láttam a blokkból.
Kovács Anna támadhat. Megint befutott oda. Második beállónak Rácz Vince a szélről. Szekeres küzd vele, de nem ott történt a szabálytalanság. Cifra. Ugye a szezon előtt pont a Ferencvárosból érkezett Dunaújvárosba több játék lehetőségért. Kovács. Micsijevicshez tovább, és Micsijevics előtt tisztán maradt a lövőfolyosó, és értékesíti is a horvát játékos ezt a helyzetet. 2-2, azok pedig mehet tovább. Mutatták egyből a Dunaújvárosiak, hogy nem volt belemenés. 3-2 ezzel a Ferencvárosnak. 3-2 a Ferencváros, már a gólszerző Szucsánszki Zita. Már sokkal szorosabb ez a mérkőzés, mint volt az első elődöntő. És ugye mondták a Ferencvárosiak azt, hogy az elején azért közé kellene tenniük különbséget, hogy a Dunaújváros ne érezzen vérszagot, ne érezze azt, hogy lehet keresni valója. Egyelőre viszont van, Klujbertől tovább, Micsijevics, nem itt láttak ott bent középen. Szekeres húzta Cifra mezét, pedig Kamila Micsijevics, Snelder, illetve Szekeres a feltett kézzel. Micsijevics kicsit komótosan tette be a labdát, le is fülelték a ferencvárosi védők Snelder indításából. Lukács roboghat, és már is kettővel vezet. Ismét a Ferencváros, egy pillanatra megcsúszott a Lukács Viktória a gólja után. De több majdnem sérülés is történt. Jó, képernyőn bal oldalra lévő hatoson belül az első elődöntőben. Ne legyen ilyen a második elődöntőn. Van a beálló, illetve a védők harca. Micsijevics is bemegy most oda küzdeni Szekeressel. Szalai próbálná ellőni. Kovacsics nem hagyja. Micsijevics. Kovács majd Szalai Babett, ismét Micsijevics. Szalai lövi el, Szikora ezúttal véd, kapuba csak ő került be a labda, nem? Ferencvárosi szempontból ez fontos. Szucsánszki. Kovacsics. Snellernek rossz a bejátszás, illetve a bejátszás lehet, hogy jó volt, de ő maga nem tudta átvenni az eredmény. Ugyanaz, Pena! Egy kézzel levegőből leszett a labdát, és már is indíthatja Lukácsot. Hajtó ablak zicser megint. Lukács Viktória második góljával 5-2. Ugye 2-2 volt, pillanatok alatt kihasználta a Dunaújváros hibáit a Ferencváros, így van közte 3. Hát ezekről a szituációkról Csapokira abszolút nem tehetett. Kudor Kitti a pályán irányítóban, már is változtat tehát György László. Szalainak pedig Zdravko Zovko magyaráz. Ugye, ha úgy tetszik, a két szakember évközben helyet cserélt. Drakózokó szakmai tanácsadóként, ha úgy tetszik. Követi a Dunaújvárosi bunkát. Kovács lövése. Levágódik a blokkról. Snelderről. Már a ferencvárosi tábor jelzi, hogy hosszan támad a Dunaújváros. Micsijevics bele a blokkba. Visszapattan a Dunaújvárosiakhoz, Kudor le a szélre, mi lesz ennek a vége? Gól! 5-3. A második gól játszott, ez a 19-es számmal játszott. Rácz Vince Melinda. Szucsánszki két ember között egyedül. Hát ezeknek a helyzeteknek ő nagy mestere, sokszor láthattuk. Mele Gábor még kér egy kis finomítást. És két gól magáért beszél. Fontos mérkőzést nyert meg egy héttel ezelőtt a Ferencváros a bajnokságban az Érd ellen. A bajnoki dobogós helyek elosztásában az a két pont nagyon kellett. Eltűnt ott egy ember középen, ugye egy picit Kovács Anna is tanástalanná vált, hogy merre tovább. A jó irányt megtalálta. 6-4. Pena, ez most mellé. Talpról lőtt el. Kovács egyedül megint. És rövid időn belül duplázik az átlövő. Már is 6-5 ezzel. A második gól játszott ezt a Dunaújváros 33-as számú. Van ebben már fordulat. A mérkőzés
Na még egyszer. Félix Szikora szemszögéből a gól. Fenament be, és következhet a Ferencváros második 7 méterese, miután láthattuk a két Kovács Anna gólt. Ugye az első kimaradt. Ugye meg Cucsánszki. 12. perc, 6-5 a Ferencvárosnak. Ezzel viszont már 7-5, ismét visszaáll a két gólos különbség. A harmadik gólját szerezte a Ferencváros csapatkapitánya, Cucsánszki Zita. Cifra. Kovács. Megint ment be keresztbe, egészen be a védőkig, hogy ellője. Középen ott viszont már történt egy szabálytalanság György László a képen. Ugye februárban történt az a csere, hogy ő másodedzőből előlépett első számú irányítóvá. Feltételezem, nem ezeket a variációkat mondta a csapatának. Kucsánszki csapó tette bele a kezét. Támadhat ismét a Dunaújváros. Megint közel blokkozhat a pirosmezes csapat. Kovács nem tudott most tovább menni. Kudor megcsinálta a lövőcselt, majd aztán a kapufára dobta. Ez egy szép helyzetfelismerés volt. Jól megcsinálta magának a helyet, de befejezés nem volt pontos. Ez viszont egy belemenés a túloldalon. Soros a mérkőzés, fordulatos. Sok a technikai hiba. Kovács Annától viszont ez már a harmadik gól. 7-6. Ugye az első percek erről szóltak. Vezet a Ferencváros, visszakapaszkodik a Dunaújváros, de az egyenlítésnél tovább 2-2 után nem jutott a pirosmezes csapat. Pena ellövi. Kicsit váratlanul, erre is figyel Csapó Kira. Micsijevics. Tudor Kitti. Lábak között próbálta ellőni, erre figyelt Szikora, az a labda egy picit hosszú Snellernek. Már is fordulhat a Dunaújváros. Rácz Vince. Harcol ki egy 7 méteres, megvártam egy picit a játékvezetők ítéletét. És Rácz Vince bedöntötte Lukácsot, de Lukács már belül védekezett. Jött a második Dunaújvárosi 7 méteres. Klujbertől ezt viszont Szikora védi. Ele Gábor érzésem szerint jókor kér időt, itt a kezdeti rohanás senkinek sem tett jót. A nézőknek, nekünk igen. Most hallgassunk, hogy a Ferencvárosi mester hogy vélekedik. Az, hogy menni akarsz, az jó, de ez kéne a fejed is. Csak az történt, amit megbeszéltünk. Semmi más. Kovács Anna szembe támad, átemel. Nagy íven megy. Onnan lőtt két gólt. Szalai, vissza. Kudor, vissza. És előre meg gyerekek, nyugi egy kicsit, jó? Fegyelmezette be. De nagyon rosszak a lövések. Minden fél magas megfog, látod. Jó? Belecserél a Magival. Zizi jön le, Misi marad jobb átlövőben, jó? Zizi jön le védekezésbe, cserél a Szekivel, Misi jön át erre az oldalon, jó? Gyerekek, egy kicsit többet, fejjel, fegyelmetek. Oké, ha játsszuk ide bal oldalra az egyesünket, az a kérésem a Cifi, még jobban menjen ide le a sarokba, hol van? Jó, még jobban menjél le a sarokba, a Csami maradjon itt oldalt. Jó, és bántran tedd ide le a sarokba pattintva. Cifi, vállald el szélről, ugorj be, és vállaljuk el. Érted? A nagy terület marad itt, akkor pedig egyegyezzünk erre az oldalra, cselbe fele, és menjünk erre. A másik, a visszarendeződés nagyon fontos. Szerzett labda, kapott gólból, gyors ellentámadás, azonnal. Maria Jovanovics a pályán.
Időkérés után ő állt be a Ferencvárosba. Kucsánszki ellövi, Csapó ezt is védi, ugye Ele Gábor felhívta a figyelmet azokra a félmagasra lövésekre, amiket a Csapó kira hárított, ez most még annál is lejjebb ment érzésem szerint, de nevezzük félmagasnak. Ugyanazt elkövették, Micsijevics most kvázi szabadon lőhetett, a földön kötött ki, újra jöhet a Ferencváros. Át a szélre, ez egy jó keresztpassz volt, csak nem tudott vele bemenni a szélső Snelder, eladja a labdát, marad a Ferencvárosnál. Amit Ele Gábor kiemelt, Szalai Babett, Kudor Kitti játéka az ugyanaz, mint ami eddig volt, és lehet, hogy Kovács Anna lövésére is számítani lehet. Snelder! 8-6. A Ferencváros 8. gólját szerezte, a 24-es számmal játszott Dani Snelder. Snelder ezt nagyon szépen csinálta. Most jutott először hozzá olyan labda, amit biztos kézzel meg is tudott fogni. Ugye emlékezhetünk rá a többivel, vagy egy védő belenyúlt, vagy nem volt teljesen pontos, ez viszont az volt, ott is az eredmény jelzőn. Na ott mi történik, 2 perces kiállítás, Danik Snerdernek, gól, Cifra Anitától. Ott a jó bejátszás. Meg is lökte Cifrát, meg ott a jobb lábával Snelder bent is volt. Ember hátrányban a Ferencváros, de csak papíron, mert a pályán jelenleg nincsen kapus a fehérmezeseknél. 6-6 ellen támadásban, beállóban bent Mészáros Rea, Jovanovic. Kucsánszki tol vissza hozzá, Micsijevics blokkolja ezt a lövést. Marad a Ferencvárosnál a támadás, már ketten is iszkoltak vissza Kucsánszkival, mint Szarka. Szarka, Szucsánszki, Jovanovic, megint Micsijevicssel szemben, ezt viszont gyönyörűen csinálta Maria Jovanovic. 9-7 a mérkőzés állása, a gólszerző Maria Jovanovic. Visszaállt a két gólos különbség, aképpen Szikora volt. Huber, Kovács, Micsijevics, ketten rángatják, az úgy 7 méteres. Egyelőre Micsijevics mozgásával azon az oldalon nem tudnak mit kezdeni a ferencvárosi védők, vagy legalábbis csak szabálytalanul. Kovács Anna. Kapu jobb oldalában, ezúttal biztos kézzel. 9-8. Negyedik góljával egyelőre a mérkőzés legerősebb. Még mindig ember hátrányban a Ferencváros, de 6-6 ellen kapus nélkül. Jovanovic, Szarka, Szucsánszki, Mészáros zárt Jovanovicsnak. Jovanovic megint, 3 embert küldött el jobbra, és bepattan Csapó válláról. Ez egy nagyon szép csel volt megint, ezúttal a másik oldalra, a bal oldalra próbálkozott Jovanovic. Itt a kulcs mozdulat, hogy elment 3 ember. Kudor. Rácince kanyarodott fel. Micsijevics lerázott magáról egy védőt. Kluiber összeszedi. Kovács Anna. Micsijevics most ezen az oldalon. Kluiber csak hátra teszi. Kovács. És ott elveszik a sűrűben. Marad a Dunaújvárosnál a labda. De majd egy taktikai variáció után folytatódik, hiszen újabb időkérés. A szó György Lászlóé. Jó, azt mondja, hogy a Szalai megy ide balátlövőbe, jó, Kudor Kitti. 4-es fogunk játszani, jó, középre keveredik, nagyon szélesen húzzuk meg a labdát, hogy egyedül hagyjuk itt, jó, a védőt, a 3-as védőt meg tud egyegyezni. De oda kell menni, nálva várd a labdát, lendületre. A Kovács Anna, figyeljen oda, hogyha nem tudja megverni,
azonnal hozzon rá keresztet, jó? Azonnal jössz ide, a Cipi itt áll és jöjjön ide a két hármas közé, de a Kovács Anna meg tudja játszani. Értető? Szorulunk le a védekezésben, továbbra is azt, hogy szorulunk le, nem önk elég agresszívak középen. Nagyon sokat középen kapott, mindent sáncolni akarunk, ahelyett, hogy egy picit feléjük mennék. Jó? Jó. Szali van a szélén, Maki kettesbe, Rea, Szeki, Denik Pihi, Misi Birodnik. Oké, vicca, jó? Gyerünk! Mészárosban tehát védekezésben most Danik Snelder helyett, én. Kovacsics Anikó, ahogy hallottuk, bírja. Lukács pedig a szélen. Nézzük a dunaújvárosi támadást. Szalai tört be, két ember között. Szabad dobása vége. Most Micsijevics kapott pihenőt. Kudorkit irányít. Kovács Anna. Szalai, kilépett rá Mészáros. Esett is egy nagyot, mehet tovább. Mutatják a játékvezetők, Jovanovics. Szarka indul a szélen, kapott még egy ütést a kezére, lehet, hogy a labdára, Kovács Annától, minden esetre az ígyszerből nem lett semmi, Szarka a kapufára dobta, 10-8 marad az állás, 19. perc végén járunk. Ott megállítják a védők Szalait. Ugye sokkal gördülékenyebb támadás vezetést kért György László az övéitől. Nálva várják a labdát. Újbel már is jött föl szélsőként, ott van most beállóban, Cifrával küzdenek a védősorban. Az ott nem volt jó passz, de marad a Dunaújvárosnál a labda. Kovács fölment, de nem lőtt. Kudor, bejátszás, de kinek? Ott már Cifrát találták szabálytalannak. Jovanovics, Szucsánszki, Kovacsics, Mészárosnak be, ketten fogták őt, ráadásul még lökte is Kudor. Itt az egyik legkisebb dunaújvárosi játékos. Jovanovics, Kovacsics ellövi talpról test mellett, nagyon szép gól, 11-8 hosszú idő után. Három gól a különbség a két együttes között. Második gólja ez Kovacsicsnak. Jelenleg Gábor ritkán látni ülni a kis padnál. Most ezt láthattuk. Kudor szedte le a levegőből azt a labdát. Kicsit magas volt. Kudor megint. Csak Szalaihoz tenné. Már Szekeres szabálytalan volt. Ugye még a találkozó előtt Elek Gábor, valamint Szucsánszki Zita is azt mondta, hogy hát igazából a maximumon kell pörögni a Ferencvárosnak ahhoz, hogy a döntő összejöjjön a négyes döntőn belül. Mészároshoz eljut a labda. Csak kifelé tudott mozogni a beálló. Kudor Kitti tehetett erről. Kovács Anna, illetve Cifra bent középen a dunaújvárosi védőknél. Hoppá! Szucsánszki ott hagyta Jovanovicsnak a labdát, és aztán Jovanovics ezt gólra is váltja. A harmadik találata Maria Jovanovicsnak. A vállalkozó kedve az új szint, illetve eredményt hozott a Ferencváros játékába. 12-8. Nem volt még ekkora különbség a két csapat között. Cifra nem tudta tenni Szalainak. Kudor. Szalai. Mészáros gyötörte. Kovács. Hiába lőtt el, szép mozdulattal mellé ment.
a bajnokságban Kovács Anna, a góllövőista a harmadik helyén van 114 góllal. De például a Magyar Kupában is 23 gólt, ezelőtt a mérkőzés előtt már szerzett. Ugye a Dunaújváros 4 fordulón keresztül verekedte el magát ide. Nagyon hosszú menetelés volt, amíg ide értek a 4-es döntőbe. Kovacsics, Mészáros, nem feltétlenül a saját posztján volt. Szarka, 7 méteres. Jól tette, hogy nem futott ki onnan, amikor már úgy tűnt, hogy az akciónak nem lesz vége, mert hogy így kiharcolhatott egy 7 méterest. Tucsánszkival szemben ezúttal Pálinkás Viktória. Játszott korábban a Fradiban is. 13-8, Tucsánszki biztos kézzel. A negyedik gólját szerezte a Ferencváros 8-as számú játékosa, Tucsánszki Zita. Stáron Ferencvárosi gól zsinórban. Azért megnőtt a különbség a két csapat között, még úgy is, hogy a két ember között nagyon szépen ment el Kovács Anna, és dobott újra gólt. 13-9, Jovanovics. Túloldalt egyből a válasz. 14-9 a mérkőzésállása, Mária Jovanovics. Csijevics újra a pályán, egy lövéssel véteti magát észre, Szikora pedig egy védéssel, az az indítás jó, így de főleg Lukács, és ugye a visszarendeződés, amire felhívta a hangsúlyt György László, az most nem működött. 15-9. Huszonötödik perc, hat közte. Klujbertől tovább, Szalai, Micsijevics. Mészáros állította őt meg. Kovács. Fölmegy, beleért még a blokk, érzésem szerint. Lehet, hogy így csapta egy picit be a labda Szikorát. Kovács Anna negyedik góljával, tehát 15-10. Az ő lövőjátékán nagyon sok múlik Dunaújvárosi oldalon. Mindenféleképpen kulcs szereplője a dunaújvárosi támadásoknak. Jovanovicstól tovább Kovacsics. Kicsit kiszorított helyzet volt ez így, de onnan is megoldotta, hosszúra dobva. 16-10 ezzel. Kovacsics Anikó. Rácz Vince. Megcsúszik ott középen, Szalainál a labda, két emberre ment rá. 7 méteres következik. Hát igen, ott azon az oldalon nem az első ilyen szituáció, amiből 7 méteres születik. De születik ebből a 7 méteresből. Gól, igen, Kovács Anna. A hetedik gólját szerezte a Dunaújváros 33-as számú játékosa, Kovács Anna. Jovanovics. Szucsánszki. Hallották a morajlást. Jovanovics ötödik gólja, öt lövésből, nagyon szép zárást kapott Mészárostól. Ott láthatják, hogy föltartja Micsijevicset. A védők későn rakják fel a kezüket, ott az eredménye. Itt pedig a morajlás Némában. 17-11. Azért fokozatosan növeli előnyét a Ferencváros a kezdeti megingás, a kezdeti bizonytalanság után. Kicsit takarítani kellett a labdát közben, de ez megoldódott. Klujber, Kovács, Szalai mutatja a figurát, Micsijevicstől kapja vissza. Kovács, ebből nem látott sokat Szikora. Kicsit mérges is. Marad 5 gólon a Dunaújváros.
Kovacsics le a szélre, és Mészároshoz pattant a labda, aki nem futott egyből vissza, megvárta, mi lett a támadás vége. Egy Mészáros öre a gól. 18-12 a Ferencváros javára, a 18. gólt a Mészáros Real szerezte. Ebben a szezonban volt olyan mérkőzés, ahol Mészáros Real több góllal is észrevétette magát a Budućnost, például 3-at lőtt, Gárcince is 3-nál tart. 18-13 ezzel. Kucsánszki egyedül, erre számított Csapókira. Gárcince Melinda szedte össze a labdát. Már Szalai, Kucsánszki még nem ért vissza a védőfalba. Kovács, Szalai, fölmegy, és gól a vége. Hat gólról megint 4 csak a különbség Szalai Babett. Ugye azon a márciusi horvátok elleni válogatott mérkőzésen ő is kerettag volt Kim Rasmussennél, a hivatalos mérkőzésen nem, a másnapi zárkapus mérkőzésen pályára lépett. Kovacsics. Mint ő. Mint ellövi, beleért a blokk. Egészen pontosan Karnik keze. És a kapufán csattan érzésem szerint, bár hiába reklamálnak a dunaújvárosiak, jó ítélet született, hiszen a blokkoló kézről, majd a kapufáról ment ki. És a blokkoló kéz az dunaújvárosi volt. Jöhet a Fradi, Kovacsics, Jovanovics. Ellövi. Csapó lábbal. Hoppá. Az a bizonyos ragadós labda. Ott maradt egy picit a kapus kezében. Kovács már elől, az ott magas. A befutó játékosnak 2 perces kiállítás Kucsánszki Zitának. 2 perces kiállítás kapott a Ferencváros csapat. Egy kis törlés. Kucsánszki Zita. Itt láthatjuk még egyszer. Hát dőlt már eleve Rácvince Melinda. Jogos a 2 perc, Kovács. Szalai. Kovács Annának készítik elő Micsijevics. 2 védő között, ebből így egy újabb 7 méteres. A belül védekezés azon az oldalon csak azért is lehet, mert Micsijevics azért nagyon magas, nagyon erős. Lejjebb tud tolni védőket, itt most csak ütemkésésről volt szó. Kovács Anna, amióta ugye az első lövése benne maradt a kezében, illetve inkább fasznak volt az jó, vagy annak sem, azóta azért nagyon keményen termeli a gólokat. 18-15 ezzel a góllal, maradt még 5 másodperc. Itt támad a Ferencváros. Jovanovics, hó! Az majdnem összejött, ez így viszont hiába megy be, nem ér, mutatják a játékvezetők. Hát majdnem ráfázott erre a Ferencváros, de hiába vette észre a lehetőséget Csapó Kira. Csak tapsot kap érte, illetve pacsit, gólt nem a neve mellé. 18-15 a második elődöntő egyfél időt követően. A vártnál talán szorosabb, a vártnál hektikusabb, de mindenféleképp izgalmas. Már csak ezért is tartsanak velünk a második játék részre. Így van, 18-15 tehát a Ferencvárosnak a Tipmix török bódog női magyar kupa 4-es döntő második elődöntőjében 30 perc játék után, és ugye ne feledjük, hogy ember hátrányban kezdi majd a fehérmezes csapat a második félidőt. Hát nagy kérdés, hogy mire helyezi a hangsúlyt ugye György László, mert elmondta ő is, illetve például Kovács Anna is a találkozó előtt, hogy a realitás, amit ezen a 4-es döntőn elérhet a Dunaújváros, az a bronzérem, mert hogy
mégiscsak van itt a mezőnyben két bajnokok ligája induló csapat. De hát mégiscsak ott van három gólon a csapata. Így nagy kérdés, hogy mit választ, hogy neki mennek a Ferencvárosnak, és akkor tényleg mindent egy lapra feltéve küzdeni itt a végsőkig, vagy hát egy idő után azért tartalékolni a másnapi találkozóra, hogyha mondjuk megszalad a Ferencváros. Ezek olyan teoretikus kérdések, amikre én nem fog tudni válaszolni, majd csak a pályán lévők válaszolnak, de kíváncsian várom, hogy milyen felfogás lesz ez itt a második fél időben. Az biztos, hogy emberhátrány ide vagy oda, 6-6 ellen támad a Ferencváros, kapus nélkül rögtön az első támadás itt a második fél időben. Pena! Kovacsics, Jovanovics. Ugye Jovanovics játékát kiemeltük, nem pont ezért, de az ő játéka azért a vállalkozó kedve sokat lendített a Fradin. Egyből támadhat most már akkor a Dunaújváros. Még fél perc a dunaújvárosi ember előnyből. Érkezik beállóba Takács Dusmáta, illetve Kovács Anna. Fradiban pedig most már, ugye láthatják önök is, Bíró Blanka, aki nem tudta védeni ezt. Ugye másik irányba ment a lövés, Szalai Babett. 18-16. Ferencváros kiegészülhet. Tucsánszki visszatér a pályára. Jovanovics, Pena. Jovanovics, az magas oda. Ez mindenkinek magas lett volna. Főleg így, hogy Szarka már egy picit visszább lépett. Csapó Kira a képen. Nem is feltétlenül kirívó a lövés, illetve a védési hatékonysága. Azért nagyon fontos labdákat fogott, ami az első fél időben több helyen is sorsdöntő volt. Micsijevics is bent a pályán, illetve Takács Dusmáta beállóban. De most nem cifra maradt fönt. Kovács. Elmegyött a kettes-hármas védők között, illetve menne. Jöhet a Dunaújváros. Ugye az a bizonyos bajnoki mérkőzés, amit 27-23-ra nyert a Ferencváros, az is lehetett volna még annál is sokkal szorosabb. Ott a Fradi hibázott többet. Amit akkor mondott emlékeim szerint Elek Gábor. Ez is egy hasonló lefolyású mérkőzés egyelőre. Ott megállítják Grost. Tucsánszki volt az. Szalai már középen. A szélen történt csere. Müller helyett Gros Vivien. Tehát a beálló Takács Dusmáta. Grostól vissza Kovács. Micsijevics készülődik ott középen. Ez egy nagyon szép blokk volt. Bárki is követte el. Hoppá! Hát nagyon vehemensen ugrott oda Szucsánszki Zita. Néztem, hogy van-e sérülés ebből Kovács Annának. Kicsit bicegott. Ott. Hát igen. Labdára ment. Csak nem feltétlenül azt talált. Jöhet a Dunaújváros. Kettő közte. Micsijevics. Bence Nelder, valamint Takás Dusmáta. Takás Dusmátának már az alápólóját is látjuk, annyira húzza ott Nelder a mezét. Kovács kezéről pedig Szucsánszki elszedi a labdát. Nelder, robog a szélen Lukács, nem tudott végigmenni vele, mert visszazártak a dunaújvárosiak, és még Micsijevics is visszabotorkált a helyére. Szucsánszki, Pena. Most indult a figura, Pena. Szucsánszki le a szélre, Lukács. Védlábbal Csapó. Takács kiáll kettő percre,
És még 7 métereshez is jut a Ferencváros. Hát ez így duplán előny lehet a Fradinak, hogyha ezt gólra váltja Szucsánszki pálinkással szemben. Az első ferencvárosi gól. A második fél időben 4 percet kellett rávárni. Szalai, Micsijevics, Rácz Vince. Kovács érkezik nagy rösssel, belefutott Szekeres tenyerébe. Gross. És akkor indul minden előről, vagy nem? Kovács bemutatta a paszt, aztán ment volna tovább. Ő végzi el a szabad dobást. Szalai tette volna be Rácz Vincének. Őt is ketten húzták, vonták. Fent a játékvezetők keze. Micsijevics nagyon messze a ferencvárosi kaputól, a Dunaújváros. Mellé is dobja így Kovács annak. Félmondattal a játékvezetőknek mondta, hogy beleért valaki. Ez nem hatotta meg a bírókat. Jöhet a Fradi. Kicsit ott Szucsánszki háta mögé ment az átadás. Így viszont főleg nem jó, hogy Szarka bedöntötte Kovácsot. Itt most azért gyötörnek rendesen elől-hátul. Szájáról le lehetett olvasni, mi volt erről a véleménye. De továbbra is ott van az átlövő helyén. Ez a 2-3 gól, ez így lóg a levegőben mindig a két csapat között. Ez tartja a feszültséget a meccsben. Kovács, Micsijevics, Szalai, bíró véd, de már közbesípolnak. Marad a Dunaújvárosnál a labda. Elég hosszan támad mostanában a pirosmezes csapat. Tehát közben Takács Dusmát a kiállítása. Így ismét 6-6 ellen. Takács. Micsijevics. Takácshoz be középre. Ketten vették körül. Szalaihoz kerül labda. Snyder lerántja. Az ott 2 perc. És akkor most fordul a kocka. Előbb ugye a Ferencváros volt emberelőnyben. Most viszont a Dunaújváros lesz ugyanebben a szituációban. Ott a lepattanó, ott van Szalai piruettje, és a végén a kiállítás. Kovács nem jutott mostanában lövőhelyzethez, ez így. 7 méteres következik a Dunaújváros. Nem fejezem be a mondatot, 7 méteres. Mert nem azt mondtam, hogy a gólvonal mögé pattant, legalábbis innen, ahol én ülök, úgy láttam, de ez most már mindegy is. Kovács Anna. Biro Blankával szemben, 19-16-os ferencvárosi vezetésnél. Már csak 19-17. Kovács Anna ipari mennyiségben termeli a gólokat. 19-17 a mérkőzés állása. Mint ahogy szokta. Ferencváros továbbra is kockáztat. Ember hátrányos szituációban, nincs kapus a pályán, hogy 6-6 ellen lehessen támadni. Jovanovic, Szucsánszki, Pena, Mészáros bent középen, de nem kapja. Szucsánszki egyedül csinálja meg a védők mellett, Csapokira véd, de jön a 7 méteres a szabálytalanság miatt. Széttárja a kezét a kapus, hogy mégis miért. Most meg tudjuk nézni. Két kézzel lökte már a futás közben is Micsijevics. Aztán Nick kapott még oda. Szucsánszki pedig bedobja. Ez volt az átlövő 6. gólja. A 6. gólja a ferencvárosi csapatkapitánya Szucsánszki Zita. És a ferencvárosi a köröme. 20-17. Kovács vissza Szalainak, aki már azonban átfutott ott középen, olyan területen, ahol nem lehet. Rövidebben belépett.
Sok a pontatlanság a dunaújvárosi játékban, és még így is meccsben vannak. Kucsánszki hangos szóval irányítja a csapatot. Pena. Két ember között bement, még kapura tudta dobni. 7 méteres lövet a Ferencváros. De jön az újabb 7 méteres. Megint Nick Victoria volt talán ott a szabálytalan. Igen, ott. Meg hát odaért a végére azért Micsijevics is. Ő talán még bent is volt. Ismét Szucsánszki. És ezt most kivédi Pálinkás. Kimaradt az első ferencvárosi büntető, és ez idáig az utolsó is íme. Újabb lehetőség, újabb lendület, löket a Dunaújvárosnak. Nem tudom, lesz-e még ilyen. 20-17, 40. perc, Micsijevics. Szalai. Szalai ellövi, bíró véd, Jovanovics indít, és abból gól lesz-e, falu végi, gól! Lélektanulag fontos pillanatban falu végi Dorottya. 21-17, a mérkőzés állással gólszerző falu végi Dorottya. Az ott egy jó bejátás, ez is elakadt bíróban, mehet tovább, mutatják a játékvezetők, nem történt szabálytalanság, az az indítás viszont egy kicsit elkapkodott volt. Szekeres szabálytalan, 2 percre ki is áll a játékból. Még nem volt a labda a közelben, azonban Takáccsal szemben Szekeres. Hát akkor újra próbálkozhat a Dunaújváros. Itt van az iménti gól szerzője, Faluvégi Dorottya. Kemény Dóra a pályán, 39-es számmal balátlövőben változtat frissít, tehát György László. Szalai. Kovács. Szalai beközépre, és hosszú idő után ismét Dunaújvárosi gól. Takács Dusmáta. Ugye mikor cseréljen be fiatal egy mester, hogyha nem ember előnyben. Takács Dusmáta a gólszerző, nem merte ott bántani Mészáros már. Pena. Kucsánszki, Pena, Faluvégi, out. Az most egy technikai hiba, illetve lehet, hogy hosszú is volt, neki nem ért el. Ember előnyben még 57 másodpercig a Dunaújváros, de hogy ez kamatozzon is a Kohásznak, azért György László időt kér, meg is hallgatjuk, hogy mit mond. Meli Vince, visszamegy szélre, jó, a Kemény Dóri itt marad, azt mondja, hogy a Horvátot játsszuk, jó, jobbra, érthető? Jó, Kovács Anna jön, Meli a sarokba, olyan, itt néz, a belép az első, patintott át alá. Jó? Türelmesen meg kell játszanunk, jó? Nem kapkodsz, türelmesen végjátszod. Fontos, hogy ezt az egy percet lehozzuk 1-0-2-0-val, jó? Utána Kovács jön le, jó? És a karnit megy. Belecseled, jó? Oké, ezt próbálnám megoldani. Kezdünk kell valamit játszani a másik oldalra is, jó? Tehát itt az ember hátra, mert ha szép, hogy kifelé húzunk, ide jobbra, pont fordítva kéne. Túloldalra kéne átvinni a befejezést, jó? Jó, ugye ide? Védekezzél, és a fölösleges kiállításra hagyjuk, ha látod, hogy mindent megadnak. Mindent megadnak, jó? Támadó játékban, vegyük elő a 38-akat, vegyük elő a keresztmozgásokat, oké? Érezhető volt az időkérések hangvételéből is, hogy ez most egy fontos szakasz. Á, az egy tiszta zicser lett volna, de kiejtette a kezéből a labdát Kemény. György László terve, hogy egy-két gólos előnnyel zárja ezt a most már csak fél percet ember előnyben
a kohász az most így talán szerte foszlott. Jovanovic, Kucsánszki, Pena. Az ott Jovanovic mögé ment, de még mielőtt indulna, illetve a labdát megszerezte volna Cipra. Belefújnak a játékvezetők, jöhet a Fradi. Jovanovictól tovább, illetve vissza hozzá Pena. Kucsánszki, jó a blokk. Cipra, csapó indít, Szalai mehet tovább. Szalai még mindig keményér vissza a helyére, és akkor mindenki az eredeti pozíciójában. Cifra ére támadásban érkezik Takács Dusmáta, felállt fal ellen jöhet a Dunaújváros. Mi maréknyi dunaújvárosi szurkoló sereg, ez rendületlenül buzdítja az övéit, de vajon mire lesz ez elég? Hát az ott egy technikai hiba, lépés Karniktól. Íme a szurkolók. Pena. Falu végi, egy ejtés, de szép gól. Kulcs pillanatokban falu végi keze biztos. Íme. Falubég is a márciusi válogatott összetartáson válogatott kerettag volt, csak aztán a junior válogatottal volt szereplése selejtezőn. Ott is jó játékot mutatott be. Karniktól tovább, ugye nincsen Kovács a pályán. Kis pihennie kell. Karnik lövi el, Bíró számított rá, lefelé ment a lövés. Bíró Blanka rajta volt. Ott pedig egy belemenés. Éppen, hogy csak beállt Nick Victoria, neki ment Pena. Lehet, hogy észre se vette, hogy ott történt a csere, és van ott valaki. Játékvezetőknek kell egy picit nyugtatniuk a ferencvárosi kispadot. Először nere a Penát, majd Elek Gábort. Kemény. Kemény. Még mindig támad a Dunaújváros. Karniktól tovább. Szalai. Kemény. Szalai lövi el. 22-19. 22-19 a mérkőzés állása. Gólszerző Szalai Pamer. 45. perc. Marad a három gól. De ezt a fél időt eddig döntetlenre hozzák a felek. Kucsánszki nagy rösssel, hatalmas lendülettel, nagyon szép befejezés. 7. gólja már Kucsánszkinak. A 7. gólját lőtte a Ferencváros 8-as számú játékosa Kucsánszki. Elvitte az egész védelmet magával, és milyen jól tette. Kemény. Kudorkit irányítóban Karnik. Gross. Karnik, Kudor két ember között, tovább engedik, igen, érvényes a gól. Pillanatra megállta, mert ugye ketten is bedőltek ott. 23-20 a találkozása, a gólszerző Kudor Kitti. Kudor Kitti gólja. A szezon első felében ő sérült volt. Na most már azért sokkal több szerepet kap. Ugye december végén tudott csak visszatérni egy műtét után. És most labdát szerez a Dunaújváros. Kudor megállítja őt, Kucsánszki, 2 perc. Hát ilyen szempontból konzekvensek a játékvezetők. Jelek Gábor mondta az időkérésnél, hogy megadnak mindent. Ez is egyébként teljesen jogos volt. Ott viszont az egy gyönyörű labdaszerzés. Egy kézzel leszette a levegőből Rácz Vince. Kudor most már talpon, ember előnyben támad a Dunaújváros, 3 gólos hátrányban. Kovács újra a pályán, kemény, Bíró. Nagyon fontos védés volt ez, hogy ember hátrányban
ne hozza fel a Ferencváros magára, még jobban a Dunaújvárost. György László nem véletlenül ideges, illetve mérges. Nagyon sokszor ott van az ász a Dunaújváros kezében, csak nem játssza ki. Pena, Jovanovic. Snerder most bent támadásban, Faluvégitől kapta Pena. Jovanovic, Kovacsics. Eljut Snerderhez a labda, levált Nick Viktóriáról. Ember hátrányban dob gólt a Ferencváros. Snerder. Ott helyet csinált magának. 24. Ferencvárosi gól ez. De még mindig ember előnyben a Dunaújváros. Kovács Anna, előkészítették neki a lövő helyzetet, a lövő folyosót. Jól védett Bíró, de aztán még jobban maradt ott a helyén Kudor Titti. 24-21. 48. perc, még mindig van hátra. Ahhoz, hogy még nagyobb izgalmakat lássunk. Ugye egy kicsit előre nézünk a vasárnapra, akkor a Győr egyfelől korábban játszott, másfelől sokkal könnyedebben vette az elődöntőjét, mint ezt az elődöntőt fogja bárki. Oppá, ott nem nézett előre Cifra. Az egy butaiba volt, ez meg egy még inkább elkapkodott szituáció. Snerder magyarázza, reklamálja ott a 2 percet. A szurkolókat láthatják önök is. Karnik. Pena. Pena. Kovacsics. Pillanatra megint egyedül maradt Snelder, ahogy kilépett a falból Nick. Marad a Ferencvárosnál a támadás. Pena le a szélre pattintva, nem ment ezzel előrébb Faluvégi. Ott viszont egy ragyogó lövés Kovacsics. És ugye az egész miből ered? 2 támadással azelőtt Cifra elhagyta a labdát. Ezeket a helyzeteket csak maguknak köszönhetik a dunaújvárosiak, és még így is bőven meccsben vannak. Kovacsics tehát. Kemény Dóra. Kudor Kitti. Rácince Melinda. Gindeli ez be. Az megint nem volt ott jó. Snelder nagyon szépen takarított ott. Kovacsics vihette a védőfalra. Nem ütközött nagy ellenállásba. 26-21 ezzel. Még egy labdaszerzés a ferencvárosi védőmunka gyümölcse. És akkor ebből megint jöhet a fehérmezes csapat. Pálinkás már Kohász kapujában. És érzésem szerint, hogyha most gól dob a Ferencváros, akkor végleg eldönti a döntőbe jutást. Snelder egy kézzel vett át a levegőből. Ez egy szépségdíjas gól. 2 percre ráadásul még Kudor Kittit ki is küldik. Danik Snelder ott húzták, vonták, még volt egy keze szabadon. Mire használja, nem a gólszerzésre. ...27-21 tehát. Ember hátrányban most a piros mezes csapat. Kemény, Nick. Na, onnan, hogy megy tovább a labda. Így! Hú! Kemény, mekkora gólt ragasztott a sarokba. A Dunaújvárosi csapat 22. gólját a
kemény név a dunaújvárosi kézilabdában azért nem ismeretlen, és nem csak rosszul, Kemény József lányáról beszélünk. Faluvégi a rövidre próbálta, ott volt Pálinkás, 27-22-nél támad a Kohász. Nick Rátvince szinte végigjátsza a mérkőzést, nagyon kevés időre cserélték csak le. Le a szélre, most Kluiber helyén. Kluiber ellövi. Hát ez nem volt egy életerős lövés, lehet, hogy bele is ért valaki, de így viszont, hogy bíró is beleért, nyilván a Ferencváros. Még ember előnyben a Fradi, ezért kell hajtani a Monori. Beáll és gólt szerez. Ugye többször láthattunk ilyet a bajnokságban. Monori az utolsó percekre, vagy csak rövid időre beszáll. Egyből egy hatalmas góllal villant. Lanszérre, Kluiber, Nick, Kemény. Hoppá, az is bemegy. Nick Viktória első találata. Bíró ez ellen most tehetetlen volt. Jó magasról lőtt el. Pena. Kovacsics, Snelder, Pena, Monori. Kovacsics, Monori, ellövi-e még egyszer ugyanúgy, majdnem ugyanúgy lőtte, de nem lett belőle gól. Jöhet a Kohász. Kluiber. Keményre most kilépett Pena, oda nem mehetett tisztán a labda, nem mehetett oda a passz. Gyindelies sem jutott el, mert voltak ott védők. Az utolsó 7 percen belül 5 góllal vezet a Ferencváros. Kemény, egy lövőcsel, és ez is szép gól. 9-ről már én is azt hittem, hogy ellövi, de megcsinálta a lövőcselt, és ott a jutalma, 28-24. 28-24 a mérkőzés állása, a gólszerző Kemény Dóra. Itt 9-ről 11 méter is volt az. Időkérés Ferencvárosi oldalról. Mind 4 közte, de most még az utolsó pár percre azért tisztázza a szituációkat Elek Gábor, hallgassuk is. Próbálj meg fegyelmezetten védekezni, jó? Fegyelmezetten védekezni. Ugrálunk ki, labdát akarunk szerezni, mindenből gólt akarsz lőni, ne kapjunk már gólt! Gyereket, az ipi sorral vannak fönt! A negyedik gólt kapjuk zsinórba! Bekajáljuk a felugratót, talajról meglő! Gyerünk már egy picit, jó? Gyere! Beszélj ott hátunk, akarjál valamit, jó? Úgy éljünk együtt! 2-3! Szépen, van lövő helyzet, bátran ne tegye tovább a labdát, nagy sebességgel jöjjön és lője el, érthető? Jó, ugyanígy megyünk vissza, ki van ott hármas védőbe, Gindeli? Jó, oda megy fel a Szacsa, védekezés, támadás cserél a Szacsa és a Gindeli, érthető? Jó? Igen, jó? Gyerünk, fogjuk, csináljuk! 2-3, gólsz! Koncentráltan, tehát az utolsó, valamivel több mint 6 perc. Mind a két mester ezt kérte. Monoritól Pena. Faluvégi. Pena nem jutott el a beállóhoz, tovább ment a labda Monorihoz, már majdnem ellőtte, de hát közben sípoltak. Pálinkás a képen. Kovacsics a rövidre csak bedobta valahogy, áthámozta magát a védőjén. A hatodik gólját szerezte a 91. 8 lövésből 6 gól. Kovacsics Anikó. Nick Kemény. Gindeli próbált ott birkózni, hogy helyet csinálni a többieknek. Gindeli.
Szabad dobás. Kemény, Nick. Kemény kapufa. Ugye az, amit Elek Gábor mondott, hogy az ifi sorral van fönt a Dunaújváros, nem is így fogalmazunk, de mondjuk a második, vagy talán a harmadik sorral, az már azért azt is sejtett, hogy itt az utolsó jó 10 percre már tartalékol a Kohász. Molnari szerzett újabb gólt. Már szem előtt tartva a vasárnapi helyosztót. Kemény. Gindeli. Kluiber. Nick. Előtte onnan becsülettel. Bíró még ezen is rajta volt. Időkérés. Ismét meghallgatjuk a két vezetőedzőt, csak fordított sorrendben. György László kért időt. Hogy mi kapura törnénk, megkapjuk a labdát, lepasszoljuk ide, meg lepasszoljuk ide, ott a lövőhelyzet egy védővel vagy szembe, más nem lesz, nem fognak eléd állni, vagy nem eléd állni. Tessék oda menni abból a húzásból, felugrani, és a lövést megcsinálni. Mitől félünk? Semmitől. Lőjünk, ugorjon föl és lője. Visszarendeződést pedig figyeljünk már ide, onnan jön a barátlövő, és itt lő gól. Jó? Gyerünk! Nem kell túlnyitni, meg ne fönt várjuk a lövőt, hanem lépjünk a lövőre, oké? Okay? Ott az Orsi nem segít, most megvan a bejátszás, oké? Okay? Orsi, védekezésben, jön a négyes, jön a futó, tegyük föl, jó? Ne szaladgáljon ott kényelmesen mellette, oké? Okay? Jó az, fegyelmezetten csináld. Virad, Misi? Ezzel csinálj, gyerünk, 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 gyerünk. Valamivel több, mint 4 perc hátra, támadt el a Dunaújváros, hoppá. Ott a térdéhez kapott. Ajjajjajjajjaj. Kemény volt, ha jól láttam. Mert Monor is egyből ment oda elnézést kérni, aztán ő is feljajgatott. Kőha. Hát nem fordult olyan gyorsan a térd, mint maga Kemény Dóra. Monori próbálott elnézést kérni, de hát attól nem javult még meg egy térd. Reméljük, nincs komolyabb baj. Ott nézzük a jobb lábat. Ott egy picit befelé hajolt. Nem is a jobb, bocsánat, a bal. Hát ott a kitámasztásnál valami pattant, ketten hozzák le Kemény Dórát. Mérkőzés végén, utolsó negyed órában kapott lehetőséget, azzal élt. Nagyon jól forgatta a csapatot, és szép gólokat is szerzett. Bába Mihály segíti őt. Nagyon fáj neki. Nézzük azt, ami a pályán van. Jött irányítóba természetesen a helyére Szalai Babett. Nála a labda, Nick. Ellövi, mellé. Ott legyezik őt. Próbálják hűteni. Lehet, hogy... nem mondom, hogy sokkot kapott, de... nagyon rosszul lett a fájdalomtól hirtelen. Úgy fektették le őt, hogy ugye több dunaújvárosi cserejátékos mögötte van, mindig át kell lépniük, amikor cserélnek. Tehát a támadásban most speciál megvolt a Gros Vivien. A konszerző a dunaújváros 18-as számú játékos a Gros 30-25.
Mondani nem adta jobbra, csak balra, az viszont penától hosszú volt, illetve magas mindenkinek visszafelé. Szalai hozhatja a labdát, kevesebb mint 3 perc hátra. Nick Szalai egyedül, megpattant Monori blokkján. Bírónak ez így könnyű volt. Monori harcolt. Gól nem lett belőle, legalábbis egyelőre, hiszen jön egy 7 méteres. Ott nem ért el a falból kilépő Kluiber a labdát, pedig nem volt tőle messze. Kovacsics a kapufáról, 31-25. Kovacsics is végigjátsza a mérkőzést. Túloldalt említettem, hogy Rácz Vince játszott sokat, na már most én ott van Kudor itt most a bal szélen. Gindeli, Luiber, Gros, Nick. Szalai két emberrel a nyakán, illetve maga előtt. A gól érvényes. 31-26. Fená. Faluvégi. Nagyon biztos kézzel továbbra is. Felállva tapsol a ferencvárosi szektor, ugye ez a csarnok egynegyedét jelenti, jelen esetben itt Kecskeméten. Újber előtte, ó, oda a hosszúba. 32-27. És ott a válasz a túloldalon. Monori Orsolya. Ott pedig már még egy gól, hát itt az utolsó percre itt felborult minden, itt már sok mindenkinek nincsen kedve védekezni. Gros Vivien, elkönyveljük ezt neki is. Második gólja. A Dunaújvárosi keménybak tapsol, de ezért a produkcióért a fohásznak kiáratam. És hogyha valaki megnézi majd a végeredményt, amit nem tudunk még, hogy pontosan mennyi lesz, azt gondolja, hogy ideig óráig szoros volt, aztán nyert a Fradi, legyintünk egyet. De hát azért ebben mindig több volt. Jó, hogy vezetett végig 2-3-mal a Ferencváros, és uralta a mérkőzést, ez egyértelmű volt, hiszen végig vezetett a Ferencváros, csak az elején volt döntetlen, talán 2-2-nél nem vezetett a Dunaújváros, de végig ott volt a levegőben, hogy ha egy picit koncentráltabb a Kohász, illetve hogyha többet hibázik a Ferencváros, akkor ebből bizony lehet még szorosabb mérkőzés is. Nem lett, erről a Ferencváros rutinja tehet, illetve az, hogy azért a Dunaújvárosnak Kovács Annán kívül nem volt olyan góllövője, aki fel tudott volna nőni mondjuk Kovács Anna mellé. Elek Gábor pöröl még a játékvezetőkkel egy kicsit, emiatt őt nem biztos, hogy most egyből meg tudjuk hallgatni, de lassan interjúkkal is jelentkezünk. Az elmúlt 5 évben, nem pontosabban az elmúlt 4 évben rendeztek 3 Ferencváros-Győr Magyar Kupa döntőt, és akkor jön holnap az újabb. Kétszer a bajnokságban játszott már egymással a két zöldfehér csapat, Győrben a Győr nyert, a Népligetben egy nagyon színvonalas mérkőzésen, egy nagyon szoros mérkőzésen döntetlen lett, de még mielőtt ezt megnéznénk holnap, hallgassuk el a Gábort. Köszönjük szépen, hát a kötelező letudva ott van a döntőben a Ferencváros. Tényleg egy izgalmas és jó meccs, hogy sokáig tartotta magát a Dunaújváros. Hogy láttam ön a találkozót? Igen, valószínűleg a semleges szurkoló, meg egy jó meccs volt, nekem nem. Nagyon-nagyon nem volt. Pontosan jól kezdtünk, feszes volt a védekezésünk is viszonylag, és abban nagyon jó sebességgel mentünk előre. Utána a koncentrációnk az nagyon lehagyott, és igazából ilyen szenvedtük ezt a mérkőzést, mind védekezés, mind támadásra. Amikor éget házak, egy picit összekaptuk magunkat, utána megint elengedtük. Nem örülök neki, de
mondjuk agyon se kellett senkit játszottam a pillanatnyi helyzetünkből, fakadóan az nagyon nagy baj lett volna. Összességében mondom, nem vagyok elégedett ez a mérkőzéssel, de a döntőben benn vagyunk, és mégis ez volt a mai feladatunk. Holnap mit vár el majd a lányoktól, hogy miben kell, hogy többet nyújtsanak, akkor mindenben valamilyen szinten? Mindenben. Tehát mindenben. Elsősorban a koncentrációban, tehát úgy gondolom, hogy az estek döntő többsége mindig fejbe dől el. Tehát itt most nyilván a fizikum is komoly szerepet játszik, de tehát ezzel a koncentrációval, amivel mi ma voltunk, azzal holnap esélytelenek vagyunk. És még amit szeretnék, nagyon remélem, hogy Keménynek a sérülése nem komolyan, bár nagyon közel volt hozzám, és én félek attól, hogy ez nem a legjobb, de minél előbbi felépülést kívánnék neki. Ezt mi is reméljük, Ele Gábornak köszönöm szépen, találkozunk holnap majd a fináléban, és várjuk ide György Lászlót is. Hát megdicsérhetjük azért valamilyen szinten a Dunaújvárost, tényleg sokáig tartották magukat, volt fantázia is a játékban, nem volt ez rossz teljesítmény, önnek mi a véleménye a csapatáról? Én is úgy láttam, az a lényeg, hogy küzdöttünk, harcoltunk a mérkőzés 60. percig, dicséretes, ezt kértünk a lányoktól, ezt betartották, az utolsó másodpercekben is sikerült egy gyors ellentámadásos gólt lőni, ez pozitív, de én úgy gondolom, hogy holnap ennél több kell a bronzmérkőzéshez. Valószínűleg mi a helyzet Kemény Dórával, mert picit, hát nem nézett ki jól a sérülése? Hát az első pillanatokat nézve szerintem súlyosabb a sérülése sajnos, nem tudom, majd az orvosok eldöntik, hogy mi a helyzet vele. Ugye sokáig tényleg meccsben volt a Dunaújváros, mennyi erő maradt? Nyilván ezt most még azért ön nem tudja, de hogy érzi a játékosait? Láttam, hogy azért próbált őket forgatni itt a meccs végén. Igen, próbáltam pihentetni a kulcsjátékosokat, bízom benne, hogy sikerült is. Van bennünk még tartalék a holnapi mérkőzésre, én úgy gondolom. Mindenki szinte lehetőséget kapott, többé-kevésbé éltek is vele. Elégedett vagyok a teljesítménnyel, nem magával az eredménnyel természetesen, de voltak jó egyéni teljesítmények, és még egyszer mondom, betartottuk azt, hogy nagy tempójú, nagy sebességű mérkőzést vívtunk a Fradival. Gratulálok a Fradinak a győzelemhez. Mi is gratulálunk, és reméljük holnap is hasonlóan nagy tempójú meccset játszik majd a Dunaújváros. Köszönjük szépen!